Elnök úr, azt mondtad itt a bábolnai gazdanapok megnyitóján, hogy régen volt már ilyen nehéz helyzetben a gazdatársadalom. Az agrárkamara, az hogyan tudja egy kicsit enyhíteni ezeket a gondokat, amik nap mint nap szembe jönnek a gazdákkal? Vannak olyan problémák, amelyeket el kell viselnünk. Tehát az árakat mi nem fogjuk tudni befolyásolni. Ugyanakkor vannak olyan problémák, amik feladatokat jelentenek nekünk, azokat viszont el kell végezni. A gazdálkodók között járva azért rendszeresen kapunk kritikát azzal kapcsolatban, hogy az új támogatási rendszer, annak az ellenőrzése, az igénylése azért nem zökkenőmentes, és a gazdálkodók megítélése szerint pillanatnyilag még nem is gazdálkodó barát. És ezeket a problémákat nekünk feladatunk és kötelességünk jól beazonosítani, és ugyanilyen súllyal feladatunk és kötelességünk jó megoldásokat javasolni. Ezt meg is tettük egyébként, ez az asztalon van. Az államkincstárnak elküldtük azokat a javaslatainkat, amikkel a meglevő problémákat tudnánk orvosolni, hisz a gazdálkodók megítélésünk szerint nagyon sok esetben méltatlan helyzetbe kerülnek, és úgy esnek el pénzektől, hogy egyébként minden olyat megtettek, ami tőlük elvárható. Ez nem jó. Nyilvánvalóan itt nem szándékos károkozásról van szó, ezt nem feltételezzük, ugyanakkor a probléma valós, és ez sürgősen megoldásért kiállt. Volt arra példa, és erre biztatok mindenkit, hogyha valamilyen adminisztratív ügyintézni valója van, akkor keresse fel az ESZ kollégáinkat, akár a fellebbezések elkészítésében is segítkeznek, sőt erre ki is lettek képezve az elmúlt időszakban. Itt az állatos jogszímek vonatkozásában nagyon sok esetben élni kellett ezzel a lehetőséggel, úgyhogy lehetőségeink szerintem bent segítünk, és biztatok mindenkit, hogy menjen, mert felkészült falugazdászok fogják várni őket.